Mindenképpen folytatódnak a magas szintű párbeszédek Szerbia és Koszovó között. Erről egyezett meg a két fél kedden Brüsszelben Federica Mogherini, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelenlétében. A szerb és a koszovói államvezetés is elégedettségének adott hangot a tárgyalás követő sajtótájékoztatón. A találkozón ugyan semmilyen témában sem született konkrét döntés, az a fontos, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz ült a szerbiai és a koszovói delegáció, mondta Alexander Vučić. A párbeszédnek kizárólag pozitív hatásai lehetnek a térségben élő nemzetekre nézve, emelte ki Szerbia miniszterelnöke. A találkozón elhangzott, a továbbiakban mindkét félnek felelősségteljesen kell viselkednie, nem pedig egymást hibáztatni. Az újabb párbeszédre Szerbia és Koszovó között az utóbbi időben ismét megromlott viszony miatt volt szükség. Ennek egyik oka, hogy szerb elfogató parancs alapján a francia hatóságok január elején letartóztatták Ramush Haradinaj korábbi koszovói kormányfőt, akit a szerb fél háborús bűnökkel vádol. A rossz viszonyt tovább tetézte a Belgrádból Koszovszka Mitrovicába indított személyvonat, amely végül raskán kénytelen volt megállni. Hašim Tači, Koszovó elnöke elmondta, hogy a találkozón való részvétellel Koszovó a békét és az európai integrációt választotta. Alexander Vučić elmondta, a további ellenségeskedések, félreértések elkerülése érdekében minden szerbiai minisztert megkér arra, hogy viselje szívén Szerbia és Koszovó viszonyát, és mindenki felelősségteljesen végezze munkáját annak érdekében, hogy béke és stabilitás legyen a régióban.